Mondjuk az, ez egy egyszerűbb helyzet, ha egy újonnan megnyíló pozícióra keresel, de mi van, ha valakinek éppen nem, nem, nincsenek megelégedve a teljesítményével, és elkezdenek keresni. Nyilván ez egy nagyon szenzitív helyzet, ha mondjuk egy technológiai vezetőt le akarsz cserélni, úgyhogy ő még ott ül a székben. Ez nem egyszer fordul elő, és akkor ott, ott a sokkal jobb ezt egyébként egy külsős céggel végezni, vagy egy külsős egyén. És lehet, hogy ott ülsz a CTO székedben, miközben már fél éve, de akár nyolc hónap is megy alattad egy folyamat, ami azt készíti elő, hogy téged. Ez pont ezt csináltam most egyébként végig. Sziasztok, ez itt a 31. Crafty, a HVS IT karrierrel és munkavállalással foglalkozó podcast sorozata a Tesco Technology állandó támogatásáról. Pár mondatban fussuk végig, hogy miről is fogunk beszélgetni ma. Azért van hogy pár mondatban, mert ez, ezt nem lehet egy sorban elmondani. Zéróval egy pár nappal ezelőtt beszélgettünk az aktuális munkáról, hogy jellemzően az utóbbi időben nem IC-ket fejvadász, hanem jellemzően szílevel szakembereket, felsővezetőket, és mesélt róla, hogy mennyivel macerásabb az ő kiválasztási folyamatuk, mennyivel nehezebb nekik elhelyezkedni, mennyivel hosszabb ideig tart egy ilyen folyamat, illetve hogy, a legtöbb szakember, aki mondjuk egy menedzser pályáról álmodozik, az az mennyire nincs az a tisztában, vagy mennyi lemondással és egyébben jár egy adott esetben egy ilyen karrier, és azt látok ki, hogy ez a téma ez így megérne egy adást, úgyhogy nagyjából erről fogunk beszélgetni ma. Viszont mielőtt nekifutunk ennek a témának, így három fontos dolgot elmondanák. Az egyik az, hogy, hogy iratkozzatok fel a Crafty heti hírlevelére, a crafty.hu-n, ahol zéró hetente, két hetente küld egy karrierreleváns kis hírlevelet, egy cikket, illetve a crafty.hu-n vissza is tudjátok nézni az archívumba a korábbi cikkeket. Május 8-án lesz idén először Crafty Meetup, a backend fejlesztés jelenét jövőjét járjuk körbe, illetve hogy milyen technológia és munkerőpiaci változások előtt áll a szakma, és a végezetül pedig talán sokan láttátok már, vagy sokan tudjátok, ismeritek, hogy május végén hagyományosan Budapesten rendezik meg a Kraft konferenciát. Itt hangsúlyozom, hogy Kraft konferencia nem Krafti. A Kraft konferencia annyit kell tudni, hogy ez tulajdonképpen a Magyarországnak az egyetlen nemzetközi szinten is jegyzett fejlesztői termékfejlesztéssel foglalkozó konferenciája, közel 2000 ember jár erre a konferenciára, rengeteg külföldi előadó és látogató is érkezik ide, és a szervezőktől kaptunk 5 darab 1000 eurós jegyet, ami a konferencia mind a két napjára belépés biztosít, és azt találtuk ki, hogy csinálunk egy ilyen kis tudás alapú játékot a Discord csatornánkon, a discord.hvsn.hu-n, és meg, meg lehet nyerni ennek az öt jegynek az egyikét. A játék valószínűleg ked magasságába fog elindulni, ezt még nem tudom pontosan, de a belcsekkoltok a discord.hvsn.hu-ra, az ki fog derülni. És akkor fussunk neki ennek az adásnak. Véro, csináljunk már egy ilyen tisztázást, hogy, hogy, hogy pontosan ezek a, ezek a c -level pozíciók, a CTO-tól a CIO-ig, a különböző engineering menedzserekig, stb., hogy ezek pontosan nagyjából mit fednek, hogy, hogy viszonyulnak egymáshoz a hierarchiába, stb. Sziasztok! Um, igazából ugye a témára még egy kicsit visszatérő, mielőtt talán a fogalom tisztázásra. Azért is tartottuk érdekesnek ezt a témát, mert egyre többet találkozok egyébként megnyíló pozíciókkal, és nem feltétlenül csak C-levelen, hanem akár egyébként directory szinten, vagy BP szinten, itthon is, most egyébként pont Prágában, meg Amsterdamban is van egy pár hasonló keresés, amin dolgozom, és azt látom, hogy egyébként a piac ebből a szempontból kezd egy kicsit beindulni. Tehát van egy másik faktor, amit most több, á, akár most, most, vezetővel, akár korábbi vezetővel is beszélgettem, hogy van ez a fajta narratív, hogy többen visszafordulnak, hogy aki mondjuk adott esetben CTO volt, az mondjuk inkább szeretne visszamenni kódolni, de hogy különböző lényerekről is vannak ilyen mozgások, hogy valaki mondjuk IC-ként szeretné folytatni a karrierjét, függetlenül attól, hogy mondjuk az utolsó pár évben mit csinált, és szerintem érdekes ezt látni, hogy, hogy elevesz, hogy lehet megvalósítani, mennyire reális mondjuk tekintve azt mondjuk, hogy adott fizetési csomagig eljutsz, és mennyire lehet mondjuk onnan visszafordulni, hogy van ennek reális lehetősége. Szerintem ez is önmagában egy jó téma, de hogy látva azt egyébként, hogy ez a két faktor most milyen a piacon, szerintem ez önmagában megér egy podcast adás. Úgyhogy visszatérve a kérdésedvel, fogalom tisztázás, meg hogy ezek a különböző léjerek hogy működnek, szerintem ez nagyon szervezet függő, de hogy a nagyon általános termékfejlesztő céget nézünk, és szerintem fontos, hogy termékfejlesztő, mert vannak különböző kategóriák, amire szintén kitérek, mondjuk egy termékfejlesztő céget nézünk, és elmész manager trackre, akkor az úgy indul, hogy nagyjából az első layer az, hogy te egy team lead, AK engineering manager vagy, az az első lépcső általában. Ott még van, ahol mondjuk kódolsz, valamilyen arányban van benne people management, nagyjából az az első lépcső van, ahol egyébként ott nem is feltétlenül kódol a vezető, de hogy ez a szervezete válogatja, és onnan indulunk el. Azután tipikusan a következő lépcső az a senior engineering manager, amikor már vezetőknek vagy a vezetője, tehát ez az első, amikor már a, ez a fajta felelősség is bejön egyébként az alapműködésed mellé. Ez követően van tipikusan a director, VP of engineering, a, illetve a CTO. Ez a directornál is, illetve a VP of engineering is lehet senior, tehát van még ezek a plusz title amik nyilván különböző responsibility járnak, de hogy ha termékfejlesztő céget nézzünk, tipikusan ezek azok a szintek, amikre el tudsz jutni, meg amit reálisan egyébként meg lehet mászni. Természetesen ez nagyon függ attól, hogy mekkora szervezetről van szó. Tehát, hogy mondjuk egy, egy 50 fő startupnál természetesen nincs ennyi ról, mert egyszerűen nincs, nincs arra szükség, hogy ennyi vezető legyen. De hogy nagyjából egy ilyen 150-200 főnél, mondjuk egy engineering méretről beszélünk, ott már ezeknek a róknak nagy része megvan. Tehát az a négy-öt szint, ez gyakorlatilag egy ekkora cég méretben már megjelenik. Ott már igen, ott mondjuk valószínűleg még a, a különböző légyerek mondjuk valamikor össze vannak most, tehát valahol mondjuk elmek vannak, és fölött azon a a szenior elmek nincsenek. Ezt mondjuk el az elm, hogy az engineering manager, é, mert valószínűleg az elm, azt volt, úgy fogok rövidítem, hogy nagy részt én is így használom, meg mások is így szokták, de igen, az elm az engineering manager. Én még hagyd tegyem fel azt a kérdést, hogy hogy mert ugye Magyarországon nagyon gyakori a CIO elnevezés, és hogy tegyünk meg különbséget a CIO és a CTO között, hogy, hogy szerinted hogy mi a különbség ez a két, nem tudom, kompetent pozíció között ez a legjobb szó? Hát a... én az alapműködésemből kifolyólag nagy arányban CTO-kkal találkozom. A cio az ez a Chief Information Officer-nek a rövidítése, az Leginkább általában azt jelenti, amikor egy nem technológiai cég, tehát nem mondjuk egy szoftverfejlesztő cégnél valaki az informatikai területet képviseli. Tehát, hogy ő azt viszi, ami ami egy elég széles range lefed, és ezért nehéz is nekem egyébként ez így nagyon. Uh, keretet adni, mert hogy mondjuk egy példát még van egy gyógyszeripari gyártó cég, mondjuk nekik Magyarországon van egy üzleti tevékenységük, de nyilván ők nem szoftverfejlesztő cég, és ott például valaki CIO poziba van, vagy mondjuk egy informatikai vezető pozíció van, a siván lehet, hogy mondjuk az, az, egy irodának az informatikáért, meg mondjuk valamennyi szerverért felel, de hogy nekik igazából ez a munkája, és az nem semmilyen szinte nem köthető mondjuk szoftverfejlesztéshez. Ez a CTO az azonban önálló termékfejlesztés. Nagy arányban igen, de mondjuk egy, olyan cégnél is egyébként tipikusan van CTO, bár nem mindegyiknél, akik mondjuk agency tehát nem csak termékfejlesztő cég, tudnék magyar agency mondani, akik ugye megrendelésre szállítanak szoftvereket, és ott is sokszor van CTO, de mondjuk ott a CTO-nak feladata nagyon más tud lenni, mint egy termékfejlesztő cégnél, tehát ott azért nagyon nagy különbségek vannak. És tipikusan, ha mondjuk egy termékfejlesztő cég keres akár VP-t, akár CTO-t, általában termékfejlesztő cégtől keresnek. Mm -hmm. hát, az, a, az, az elsődleges pú, nyilván, ha az ha ott valamilyen okból nem jön össze, akkor nyilván lehet másról is szó, de hogy általában onnan szoktak meg ez a, ez a preferált. Mi a jellemző karrierút, hogy Magyarországon valaki egy ilyen felső vezető, informatikai felsővezetői pozícióba, hogy jut el? Most nyilván nagyon különböző utak vannak, de hogy jellemzően hogy néz ki ez a történet? Ha, ha nyilván is most, most a CTO részre reagálva, mert a CIO szerintem ez egy picit más, meg nekem abban nem is feltétlenül de hogyha a CTO-t nézünk, ott hát a különböző út, az egyik az, hogy mondjuk egy multiban megpróbálod ezt végigjárni, azt sokan próbálták, meg azt tudom, hogy vannak, akik ott egy bizonyos szintig eljutottak, annak szerintem a nehézsége az, hogy mondjuk egy multinacionalis cégnél Magyarországon nagyon limitált, hogy te tudsz eljutni. Tehát ők idehoznak egy irodát, és azon belül te megpróbálsz lépkedni, de ha innen nem költözöl el, tehát mondjuk nem mész el a New Yorki hq mm -hmm. a Londoni hq a Dublini hq nagyon nehezen tudsz egy bizonyos tetőt átütni. Szinte nem lehet. Mert nagyon nagy, arany, mert ezek a cégek nem Magyarországon végeznek üzleti tevékenységet. Ezáltal egy nagy handicapbe vagy azokkal szemben, akik egyébként ott vannak, ahol az üzlet van. Ezért ez mindig ebből a szempontból van. Egy... Hogy az, hogy konkrétan ide jön valaki, aki mondjuk CTO, de ő nem egy magyar szakember, hanem, hanem máshonnan jött ide. Így van, tehát hogy ilyen van, meg olyat is láttam egyébként, például sokszor csinálják, hogyha valaki például egy szájtot épít fel, akkor ideküldenek egy felsővezetőt valahonnal, valahonnan. Tehát az anyacég ide küldi, és akkor ő mondjuk itt van egy kiküldetésen pár évet, ő ezt felépíti, van egy mandátuma, és utána pedig visszamegy az anyacéghez. Tehát, hogy ilyen verziók vannak. De az, hogy magyarként egy multinacionalis cégbe, úgyhogy nem költözöl én, ez nagyon fontos, hogyha nem költözöl el, mert ha elköltözöl, az teljesen más. Tehát, hogy akkor egyébként nincsenek olyan limitációid, mint ezen a szűk piacon. De egyébként ez máshol is megvan, tehát ez nem magyar a sajátosság. Ugyanezzel találkozok például a prágai piacon, is, ott is méretben ugye viszonylag hasonló a két piac, és ott is van egy ilyen tető, hogyha nem költözöl, akkor azért az limitált, hogy mekkora karrier tudsz menni. Nyilván így is nagyon sikeres tudsz lenni anyagi minden egyéb szempontból, de hogyha neked mondjuk az az álmod, mondjuk az iskolapadból kikerül, hogy te egyszer egy nagy nemzetközi cégnek a CTO-ja leszel, hát az Magyarországról marginális esély, meg tudod csinálni. Tehát, hogy ott nagyon sok szerencse kell hozzá, hogy ez megtörténjen. A, hogyha nem enterprise cégeket nézünk, hanem startupokat, az ugye a másik opció. Hogyha akár founder vagy egy helyen, nyilván akkor simán lehet, hogy mondjuk már fejlesztőként hirtelen CTO lesz belőled, mert hárman vagytok, és te viszed el a teljes fejlesztést, de ugye az meg egy más típusú CTO pozíció. Tehát az, hogy te mondjuk d 2 kódolsz, az nagyon más, mint amikor valaki megkeres téged, hogy egy 200 fős szervezetet kellene vezetni, tehát hogy ott nyilván való, hogy ott általában van, van ebben egy valamekkora különbség tudásban, meg amit a két oldal elvár egymástól, de ott egyébként például ezt, ezt meg tudod oldani, hogyha ha ideális a cég, és mondjuk úgy nő, hogy mondjuk elérik az 50, 100, 150, 200, amire egyébként volt példa itthon, tehát az nem lehetetlen, akkor el tudsz jön, jutni egy olyan tudáshoz, amit mondjuk nemzetközi szinten is bárki más el tud érni. Tehát a céggel együtt skárázolsz felfelé. Ez így van. Ezt meg tudod csinálni. Ennek sokszor a nehézsége az, hogy hogyha ezt egyszer valaki megcsinálja, az utána a munkaerőpiacon már nem nagyon látott többet, mert ők nagy arányban alapítók. És ha valaki sikeres alapító volt, és mondjuk a cég is sikeres, annak váltában van egy olyan anyagi vonzata, hogyha valaki mondjuk eladja a cégét, vagy, vagy, vagy mörzsölődnek valakivel, tehát hogy van valamilyen likviditási event, akkor az általában azt jelenti, hogy már a munkaerőpiacon ezt az embert nem fogod többet látni, ami egy valahol nehéz dolog, mert akkor ez a, ez a fajta tudás az így ki is a piacról. Akkor le zárhatjuk az adást. Tehát az a lényeg, ha valaki CTO szeretne lenni, hogy csinálja egy saját startupot, és nevezze ki magát CTO-nak. Ez egyébként úgy is lehetne, mert akkor azt, jelenti, hogy nagyon sok sikeres startup van itt, és itt óriásira nőnek, csak ugye ennek a százalékos esély az viszonylag alacsony, hogy, hogy startup akkor átnő veled együtt, elnézve nyilván mondjuk az utóbbiak statisztikáit, hogy belőled mondjuk lesz, nem hogy mondjuk egy 200 fős engineeringet tudsz vezetni, erre az esély azért és hogy egy-két szinten visszalépünk, tehát a VP-re vagy a director szintre, ott már azért nagyobbak a lehetőségek, akár nemzetközi cégnél, akár startupnál. Ez így van, tehát pont ezen gondolkoztam, amikor én beszélgetésekben voltam most az utóbbi időben, hogy mi az a szint, amit egyébként reálisan el tudsz érni, és mondjuk még arról fogunk már később beszélgetni, hogy mondjuk a munkaerőpiaci mozgásterred sem nyomod nagyon össze. Uh -huh. És azt szerintem reálisan az kb. ez a directory szint, tehát ez a közép szint ebben az egész menedzseri struktúrában szerintem az az pont az, amikor már, már egy elég nagy felelősséged van, már egyébként eljutottál a szakmai karrieredben is valószínűleg oda, hogy több csapatot tudsz vinni, nagy részért felelsz mondjuk terméken, vagy akár több, több termékért felelsz nemzetközi szinten, tehát hogy ott már egyébként szerintem egy nagyon érdekes munkát tudsz végezni, de hogy még nem vagy mondjuk egy VP, vagy egy CTO, ahol a piac már egyébként nagyon kicsi, és ott már vannak olyan limitációk, hogyha nem költözöl vagy el. A végén, a végén visszatérünk, és engem, engem, nagyon érdekelne az, hogy, hogy ha mondjuk ezeken a felsőbb szinteken dolgozik valaki, nem csak engem érdekel, bízom benne, hogy a, 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 hallgatókat is, hogy a csomag, a juttatás csomag, amit kapsz, az mondjuk hogy viszonyul egy, egy egy így a csomagjához. Azt nyilván mindenki tudja, hogy körülbelül egy mennyit keres, mindenki rommá olvasta a hész és az összes bértáblát. Ezek viszont nem nagyon szoktak ott megjelenni. Nem, ezek kevésbé jelennek meg. Ez egy érdekes, nagyon függ a szervezettől is. Tehát, hogy itt, itt szétválasztanám a különböző csomagokat, és a csomagon van a hangsúly, mert amikor a, ugye különböző csártokat néztek, az alapfizetésekre vonatkozik, és mondjuk egy IC esetében az alapfizetés az nagyon nagy arányban lefedi a te teljes csomagot, bár ez nem minden cégre, ez de nagy arányban igaz. Ez egy felsővezetőnél, vagy mondjuk egy felső vezetőhez közelítő vezetőnél általában nagyon nem így néz ki, hanem ott az egyéb juttatások simán meg tudják duplázni, de akár triplázni az, az, az alap, alapfizetés ennek a mértékét. Tehát, hogy ott ezek, ezek a nagy változó faktorok egyébként, hogy mi az, ami beesik mellé és itt viszont egy nagyon-nagyon széles skála van. Tehát amikor a pár fő startupnál mondjuk a benefitek a szinte nulla. Tehát, hogy ott nincsen um, céges autó, nincs 30 milliós céges autó, de mi mondjuk nagyon sok multinacionalis cégnél megkapott, hogy megkapod a hajó autódat, itt benzinkártyával, tehát ott olyan mennyiségű benefit kezd beúszni, amit egyébként egy startup nyilván az alapműködésével fakadóak nem tud egyébként kitermelni. Tehát, hogy ott mondjuk egy startupot nézünk, ott nem nagyon szoktak dura fizetések lenni. Ha mondjuk egy, egy 50-100 fő startupot nézünk, ott, ott nem feltétlenül keres többet egyébként mondjuk egy CTO. Jó, de ott az egy alapítóktól egy... el is várják azt, hogy önmérségletet tanúsítsanak, mert úgy hány példát hallottunk arra, amikor egy buli alatt elégették a befektetésüknek a 10 át de még, de még, hogyha be is hoznak egyébként kívülről a CTO-t, mondjuk viszonylag korai stádiumban, akkor sem jellemző, hogy egyébként akkor a csomagokat tudnának adni. Ott általában a részesedés, ami, aminek van értéke, hogyha valaki, valaki lát potenciált a cégben, általában az az, amivel egyébként ki tudják azt kompenzálni, hogy mondjuk nincs egy akkora jutatási csomag, mint egy-két enterprise cégnek, aki mondjuk itt van, vagy a régióban, más országokban. Egyébként az adás előtt átküldtél egy cikket, ott a különböző felsővezetői szinteknek a, ról vannak ilyen paraméterek, és ugye itt például benne vannak a, a bérek, de ugye ezek gondolom nemzetközi piacra vonatkoznak. például a, a, nem tudom, a CTO-nál volt talán megadva, meg a Senior VP-nél, hogy mit tudom, 350 ezer dollártól 750 ezer dollárig, de akkor ez csak a, a, kisebbik része, mert sokkal fontosabb a tőzsdei opciók, stb. stb. Így van, tehát az alapfizetés egyébként az egy viszonylag fix sávban mozog. Tehát azt el tudom mondani, hogyha mondjuk VP és, mondjuk VP és CTO léjért nézzünk, de akár egyébként mondjuk a directory szintig is lemegyünk, ott olyan nagy ugrások nem szoktak lenni alapfizetésben. Persze vannak, de hogy nem óriásiak. Az érdekes rész az, az azután következik, hogy mit tud adni még a cég hosszú távú motivációs eszközökként. Tehát, hogy ez részvények, opciók, konkrét cég tehát, hogy erre is van például a bónuszok és minden egyéb ilyen dolognak a keveréke. Tehát, hogy ez, ez egy nagyon érdekes dolog, kb. nincs két ugyanolyan csomag, nem létezik két ugyanolyan csomag, nem is nagyon, lát, lehet egyébként emiatt őket összehasonlítani, mert nagyon különbözőek tudnak lenni ezek a modellek, de hogy itt válik egyébként szét, ha mondjuk egy IC-t nézünk, ott nagyon sok extra dolog be tud jönni, ami, ami nyilván motiváló egyébként sok ember számára. Énként ennek kapcsán jutott eszembe, hogy talán egy évvel ezelőtt az egyik kollégám átküldte a Magyar Telekom felső vezetésének a, a fizetéseit, ugye tőzsdei székként ez egy transzparens és publikus információ, és előtte még sosem turkáltam felső vezetők zsebébe, és ugye érdeklődve végignéztem, és dobtam egy hátast, mert hogy, mert, hogy feltételeztem, hogy, hogy látványosan sokat keresnek a felső vezetők, de hogy ez sokkal-sokkal több volt, mint amit én eddig gondoltam. Tehát az, meglepődtem rajta, hogy Magyarországon is lehet 100 milliós nagyságrendben fizetést felvenni gyakorlatilag. Na mindegy, ez csak egy ilyen kis érdekes történet volt, és feltételezem egyébként, hogy más jellegű cégeknél is vannak ilyen fizetések, bár valószínűleg a Magyar Telekom az egy kirívó példa már így Magyarországon. Nem annyira kirívó példa szerintem. Tehát ha Ugye nagyon sok cégnél nem kötelező publikussá tenni, hogyha ugye nem tőzsdei cégről van szó, de ez máshol is vannak ugyanilyen fizetési csomagok. Tehát nem is, nem csak a CEO-knak. De akkor egy ezt... kicsit játszunk, te már sok ilyen exit, exitet láttál, meg ö, ilyesmit. Vannak Magyarországon ezek szerint fő alatt olyan startupok, nem olyan CTO-k, akik akkor eddúrítottak a jutatási csomagon, hogy simán ilyen szintű jövedelemre tettek szert? Persze. Na. Sőt, de ez, ez még nem is kellett feltétlenül szílevelen ülnöd de ugye az, hogy exit volt, az ugye nagyon sok embert érintett egy cégem, mert függetlenül attól, hogy mekkora. de nem mekkora is kell exitelni ehhez gyakorlatilag. gyakorlatilag nem, nem is feltétlenül. Tehát egyébként ezt meg tudják keresni részvénycsomagokkal is. Tehát, hogy vannak Magyarországon olyan cégek, akik tőzsdéjegyzettek, és hogyha nyilván ott minden úgy alakul és jól néz ki, akkor ott egyébként nem kell feltétlenül olyan magasan lenned, hogy nagyon jó csomagokat, de nyilván ennek ez egy nagyon komplex dolog, hogy ez összejön, vagy nem. És akkor most jön az az érdekes része, hogy, hogy persze ez iszonyatosan csábító, de hogy milyen áldozattal jár az, hogy ilyen pályára lépsz. Nyilván itt gondolok a stresszfaktortól kezdve, a munkamennyiségig, hogy mennyit kell dolgozni, stb. Ebbe elég sokszor beleláttál. Igen, hát szerintem itt van a legnagyobb különbség, hogyha mondjuk te egy IC vagy, bár sokszor az is stresszes tud lenni, az szerintem nem feltétlenül mérhető ahhoz, amikor egy vezetőként stresszért téged. Tehát eleve mondjuk azt nézzük, hogy egy nemzetközi cégnél dolgozol Magyarországon egy viszonylag magas szinten, az nagy arányban már el, azt hiszem, hogy nézzünk amerikai cégeket, hogy akkor a túlórák, tehát ott indul, hogy nagy arányban nem az így cégnek kell az esti kólokba ülni, hanem a vezetőknek. Tehát ez a nagyon sokszor az van, hogy akkor a gyerek fekszik, te pedig ülsz be kólozni, és akkor még éjfélig tolod a kólokat este 8 vagy -9, 9 után. Tehát ez például egy nagyon általános dolog. Hát emlékszem, amikor SP-t volt vendégként, és hullafáradt volt, és azt magyarázta, talán a pont a béralkús teljesítményméréses podcast előtt volt, hogy az elmúlt hetekben minden a B-félig teljesítményértékeléseket írkál. Nem hiszem, hogy ez egy fejlesztőként vagy egy üzemeltetőként ebbe így belecsúszná, hogy neked minden nap B-félig kell gyakorlatilag. Nem, és az a fajta nyomás egyébként, ami a, az üzleti oldalról jön, az nagy arányban egyébként a tetején csapódik le, nem az alján nyilván ja, valamilyen arányban ezt te is érzed egyébként IC-ként, de hogy a legnagyobb arányban ez a vezetőkön csattan. Tehát az a fajta nyomás egyébként, ami ott beúszik, azt szerintem nagyon sokan nem is feltétlenül tudják kezelni, meg nem is feltétlenül szeretik. Tehát nyilván, amíg nem próbáltad, addig nem tudod, tehát odaig el kell jutni. De hogy azért az elég kemény tud lenni, és az nem mindenkinek komfortos, meg nem mindenki szereti. Tehát tudok, nagyon sok beszélni, aki kiégett ebbe, hogy ez nem neki való, hogy meg olyan döntéseket, hát olyan döntéseket kell hoznod, amire, ami semmi, senki nem mond neked előre, hogy ez, hogy ez szembe jön. Például ez, hogy nem tudom, jó van, és akkor írd össze a listát, hogy kik kerülnek rá. És nyilván te felelősséget. Tehát ezt neked kell összeraknod, persze meg tudod beszélni a vezetőid, de a nap végén te vagy az, aki azt mondja, hogy akkor nem tudom, a, van egy 20%-os leépítés, akkor azt a 20%-ot az engineeriből kirúgjuk. <laughs> és, Igen, és jött, az a így És akkor, hogy... amikor fejlesztőként elkezded a karriered, nem biztos, hogy ezen gondolkodta, hogy milyen jó lesz összeírni arra, abba a füzetbe ezeket a neveket. Tehát, hogy van ennek nagyon sok olyan része szerintem, ami, ami nyilván stresszes, az meg egy elég egyéni dolog, hogy ki az, aki ezt így szereti, vagy tudja kezelni. Pláne, hogyha egyébként engineering trackről jössz. Szerintem itt nagy különbség, hogy vannak olyan vezetők egyébként, akik nem feltétlenül engineering tekről. Mennyire ennyire egyre jár az agyunk, ezt írom éppen fel a notebookomban, mert ezt nem írtuk be az adást és az bevillant. Igen, tehát hogy az, hogy honnan jössz, az nagy különbség van. Tehát ha valaki mondjuk tudom, közgazdászként végzett, vagy valami más jön, ők egyébként nagy általánosságban azt látom, hogy ezt a részét mondjuk könnyebben tudják kezelni, mert mondjuk eleve a nagyobb aranyban erre készülnek, de mondjuk te, vezet, mondjuk te fejlesztőként kezded a karriered, ez annyira nem fut át a, az a, szerintem az elején a fejeden, el, hogy mi az, ami majd is szembe fog jönni, meg ez hogy néz ki egy ponton. Ugye nyilván a kihívás keresed, ami tök jó mész előre, meg nagyon fán, pláne, hogy egy startupot csinál, szerintem az nagyon jó, hogy ahogy mondjuk a te ambícióidal növekszik egy cég, azt szerintem az egy nagyon szuper sztori. És szóval látom, hogy ezt valaki egyszer megélte, mindig keresik ezt, hogy ezt hogy lehet újraépíteni, hogy, hogy mondjuk nem kicsiből felépítesz egy nagy céget, és akkor nyilván De gondolom, sike... az abból is nyomás is fokozatos. Persze, a nyomás is folyamatosan nő, és mondjuk ideális esetben együtt nőttök. Nincs az, hogy mondjuk a nyomás nagyobb lesz egy ponton, nálad, és akkor nem tudom, valakit hozni kell a helyedre, mert ugye ez is meg tud történni. Én még hagyrugózzak ezen egy kicsit, mert ugye ezt feltettem az adás előtt neked ezt a kérdést, hogy, hogy mennyire jellemző az, hogy valaki úgy lesz VP, director, vagy akár CTO, most akár a CTO-t belőle, hogy abszolút nincs semmilyen műszaki hátország. Tehát nem volt-e fejlesztő, sose volt -e IT is. Én hajlamos, mert naikusként hajlamos vagyok azt gondolni, hogy, hogy azért nem olyan egyszerű betölted egy ilyen pozíciót úgy, hogy meg neked olyan baromi nagy technológiai ismereted nincsenek. És amikor nézem a fórumokat, és a menedzserekről beszélnek, akkor sok esetben van egy ilyen Hát az it egy részében egy ilyen, egy ilyen megvetés a menedzser réteg felé, és mindig azt gondolom, hogy valószínűleg azért, mert ilyen jellegű menedzserekkel találkoztak, vagy nem tudom. Vannak egyébként sokan, akik nem engineering trackről jönnek. Én azt gondolom, hogy egy bizonyos szint fölött egyébként már nem is feltétlenül számít annyira. Tehát mondjuk egy, mondjuk nem tudom, hogy 30 fő startupba keres hogy CTO-t, nyilván ott fontos, hogy valaki hands-on legyen, tehát nem kérdés. Tehát mondjuk van az a méret, ahol valaki kódol, meg nagyon erősen benne van a day to day engineering döntésekben de mondjuk ha nézzünk egy 500 fős engineering organization ahol te stratégiai döntésekbe vagy nagy arányban benne, ott már egyébként ennek annyira nincs nincs akkor a hangsúlya, amik, legalábbis amikkel én találkoztam. Tehát, hogy ott már egy nem annyira az a fontos feltétlenül, hogy te mennyire vagy képben egyébként a, akár a day-to-day -day engineering practice hogy most mi történik a piacon. Az meg, hogy kódoltál nyilván, az semmilyen szinten nem releváns. Tehát ez gyorsan eltűnik Erre tettem ez a része. fel neked azt a kérdést, hogy valaki, aki nem ért a technológiához semennyire, az egy ilyen döntés előkészítési doksiból uh, egy jó döntést tudja hozni, és erre azt mondtad, hogy nem is biztos, hogy neki kell dönteni, hanem delegálod. Hát a döntést neki kell meghoznia, viszont az igazán jó vezető egyébként szerintem nagy arányban abban mutatkozik meg, hogy tudja, hogy hogy megvannak egyébként azok a pontok, ahonnan ő információkat tud szerezni. Tehát, hogy megvannak mondjuk az organization belül azok az emberek, akik az adott területben tudnak neki segíteni egyébként, meg az ő tudásukra tud támaszkodni. Tehát, hogy mondok egy példát, mondjuk van egy public cloud migráción, vég végig mennek, és akkor mondjuk neki van egy csapata, amit, ami tele van olyan emberekkel, akik ebbe tudnak segíteni, van mondjuk DevOps expert, aki a engineering részbe tud neki segíteni, van olyan, aki mondjuk a finance oldalba, tud, tehát, hogy egy ponton már akkor a szervezetet vezetsz, hogy te nem is nagyon tudsz ebbe belefolyni, mert annyi mm -hmm. munkád van egyébként, hogy mondjuk akár csak a hiring része, egy 500 fős mondjuk organizationban a hiring az már iszonyat nagy munka. És nagy arányban mondjuk az engineering vezetőnek az is része. Tehát annyi felelősséged, az annyi sapkád van, hogy arra neked nincs időt, hogy egyébként nagyon-nagyon alacsony szintre. Bele tud vonódni, vagy meg tud érteni, hogy feltétlenül mi történik, hanem ott az igazán jó vezető az egyébként, aki megtalálja azokat az embereket, akik, akik jó döntéseket tudnak alatta hozni, még nyilván tud jól delegálni, tehát neki van nagyon sok lényer, amiben jónak kell valakinek lenni, de egy ponton, már egyébként az annyira nem hangsúlyos. Uh -huh. Persze az ideális kombó az mindig az, ha valakinek engineering háttere van. Tehát az az igazán jó, hogy ha valaki egyébként ezt el tudja egy ponton engedni, hogy már ő nem akar így feltétlenül a day-to-day -day dolgokkal foglalkozni, hanem magas szinten akar egyébként a szervezetbe belefolyni. Az egy nagyon ideális független attól, hogy mondjuk neki megvan a háttere, mert az egy olyan bizalmi faktor tud neked adni, ami tudjuk, hogy számít. Tehát, hogy az, mert az alattad lévő körül. van. Tehát hogy ez mindig is számított, és ez a mai napig számít. Tehát, tudom, hogy ez nagyon más, amikor valakinek nincs ilyen háttere, de egyébként ez kompetenciával meg lehet oldani. Tehát én ismerek olyan vezetőket, akik sose voltak engineerek, és nagyon jó engineer vezető lett belőlük, mert, mert igazából a különböző más skill egyébként nagyon jók. Tehát nem feltétlenül. Na a és akkor most jön az a rész, ami, ami ahonnan indult ez a beszélgetés, és ahonnan kitaláltuk ezt a témát, az a hárfaktor. faktor. Ugye, mert arról beszélgettünk, mint itt az adás elén is elmondtam, hogy mennyivel hosszabb a kiválasztása egy felsővezetőnek, mennyivel kevesebb nyitott pozíció van, mennyire kevesebb, mennyire kevés lehetőséged van, meg hogy mennyire rejtett ez a piac, hogy kicsit nézzük végig, hogy hogy áll össze, Itt például küldtél egy ilyen ezt a táblázatot, amire már hivatkoztam, ezt majd megosszuk a, a, a Discord csatornánkon, ahol az van, hogy nagyjából mennyi idő alatt töltenek be egy nyitott pozíciót, és még az van, hogy átlagos egy IC, vagy egy átlagos menedzser pozíciónál egy hónap alatt, addig ehhez képest egy, egy CTO, vagy egy, egy VP-nél már 3-6 hónap is előfordul. És ez azt jelenti, hogy maga az interjú folyamat is ilyen hosszú. Tehát annak kezdve, hogy te megkeresel valakit, amíg a cég leüti a labdát, az akár eltelt a kettő között 6 hónap. Akár igen, és szerintem ez még bizonyos szempontból néha óvatos beszélés is. Tehát, hogy én már voltam egy éves folyamatban, egy évig tartott. Um, ilyen millió faktor van egyébként, ami, ami mondjuk egy, ezen a szinten bejön a képbe, ami mondjuk egy normál, nem a fejlesztő esetén nincsen. Tehát hogy ott, a döntési mechanizmusok, az, hogy mondjuk mekkora felelőssége van valakinek, nyilván az nagyon más. Tehát, hogy behozom mondjuk c egy vezetőt, és most nem is feltétlenül CTO-ról szól, hát, tudom, Chief Product Officer, aki a termékfejlesztésért felel, de mondjuk akár bármi, akár finance, finance akár más pozícióról van szó. Itt a cégek nagyon próbálnak óvatosak lenni, hogy olyan embert hozzanak be, aki nagyon ideális azért a folyamatok is viszonylag hosszúak tudnak lenni. Tehát, hogy egy, mondjuk egy fejlesztő esetében két-három kör, egy felső vezetőnél legalább négy-öt kör, de még több is ja, lehet. Tehát Nem arról van, az, hogy ugyanannyi kör van, csak az egyes körök között nagyobb nem. a döntés, hanem a döntési időszakok is sokkal nagyobbak, illetve sokkal-sokkal több kör van. Ez így van. Tehát nagyon sok, egyik, nagyon sok minden van, ami közre játszik abban, hogy miért tart eddig. Az egyik az például, hogy hogyha mondjuk te magas szintre mész be egy cégbe, akkor például a naptár is sokkal nehezebb. Tehát ha mondjuk te fejlesztő vagy, akkor mondjuk a recruiter az, akivel nagy arányban mondjuk te kapcsolatban vagy egy cégen belül, és mondjuk egy, egy em vagy valamilyen vezetővel mondjuk adott esetben interjú a szakmai vezetőkkel, de hogy az így az ő naptárjukban azt viszonylag könnyen meg lehet oldani. Na most, ha te szílevőre próbálsz valakit bevinni, akkor a teljes szílevő naptárja például bejön oda, és nyilván ők általában elég elfoglaltak. Tehát, hogy ott, ha például valaki mondjuk elutazik egy hétre, két hétre, simán lehet, hogy egy hónapig átol egy teljes stádiumot a naptárakkal mindennel együtt. Tehát, hogy egyszerűen ott a, ez, a, ez a teljes scheduling rész is nagyon nehéz, tehát hogy ott is az egyébként így nehezíti a dolgot. Illetve az önmagában, hogy viszonylag komplexek a körök, a mondjuk van házi feladat, prezentációk, arccal is elég sok időt egyébként el lehet vinni. Tehát, hogy önmagában egyébként egy ilyen folyamat az tényleg simán. Hát a három hónap az az egy nagyon szerencsés. Ők is kapnak házi feladatot? Sokszor igen. És mondjuk ez nagy arányban úgy szokott azt, hogy kapsz egy házi feladatot, de ennek van egy prezentációs része. Ez egy viszonylag bevett dolog, hogy ez szabad lenni, hogy prezentálnak valamilyen olyan use case ami nagyon nagy arányban hasonlít arra, amit mondjuk day 2 day végzel egy cégnél. Tehát amit amúgy is ott csinálna, és akkor azzal kapcsolatban prezentálsz mondjuk C-levelnek, nak ennek különböző kombinációi vannak egyébként, ami. És ez piacoktól független, tehát ez ugyanez, most pént uh, Prágában is egy nagyon hasonló folyamaton mentem át, és ott is ugyanaz volt teljesen, mint ami itthon egyébként viszonylag standard. Tehát ez is megvan az idő, hát az minden hosszú. Tehát, hogy ez a három-hat hónap szerintem az egy, az még sok esetben a szíra beszélünk, az egész óvatos beszélés Ami is nekem is. még nagyon érdekes volt, hogy, hogy az a táblázat, amit átküldtél, abban, hogy ott van az egyes vezetői szinteknél, hogy, hogy mennyire látható a pozíció. Mert hogy, vagy te is mondtad, hogy ezek a pozícióknak a nagy része az rejtett. Tehát, hogy nem fogsz belefutni egy, egy jobb portálon van egy LinkedIn posztban. Tehát ez minden esetben úgy megy, hogy ilyenkor minden esetben felvadás vonnak be? Szinte mindig. Nem mindig, de szinte mindig. Tehát én azt mondanám, hogy szerintem nagyjából 90 ban valamilyen externál partner az, aki keresi. Vagy lehet, hogy ez egy, egy lokális fejvadász cég, nemzetközi fejvadász cég. Van olyan, hogy mondjuk egy cég belül allokál valakit, és ő, ő, foglalkozik vele teljes titokban, ilyen is van, hogy aláíratnak valakivel egy külön Á, és ez azért van, mert sokszor ezek ugye szenzitív keresések, tehát ugye az mondjuk az, ez egy egyszerűbb helyzet, ha egy újonnan megnyíló pozícióra keresel, de mi ha valakinek éppen nem, nem, nincsenek megelégedve a teljesítményével, és elkezdenek keresni. Nyilván ez egy nagyon szenzitív helyzet, ha mondjuk egy technológiai vezetőt le akarsz cserélni, úgyhogy ő még ott ül a székben. Ez nem egyszer fordul elő, és akkor ott a sokkal jobb ezt egyébként egy külsős céggel végezni, vagy egy külsős egyébként. És simán lehet, hogy ott tesz a CTO székedben, miközben már fél éve, de akár nyolc hónapja is megy alattad egy folyamat, ami azt készíti elő, hogy téged. Ez pont ezt csináltam most egyébként végig egy másik országban, hogy valaki ott ült a székben. Aha, és nyilván ez egy nagyon szenzitív dolog, hogy ki tud róla, azok is eleve, hogy például naptárak, hogy vannak kezdve, már az egyébként nagyon érdekes, hogy hogyha én beszélek mondjuk a CEO-val arról, hogy alákeresünk valakit, és mondjuk egy ilyen szenzitív keresésről van szó, akkor általában ilyen anonim kalendárfoglalások vannak, hogy véletlenül se tudja meg senki, hogy erről van szó, tehát hogy ennek meg vannak bizonyos lépései. Az is, hogyha mondjuk jelöltekkel beszélsz, és sokszor jelöltekkel is azonnal D-t kell aláíratni, hogy milyen olyan dolgok hangzanak el, ami a cégre néző nagyon szezitív, és nem tudódhat ki. Persze nyilván egyébként. Igen, mondjuk erre a szintre még. ugye azt, írja a táblázat, hogy 80%-ban rejtett, de ha mondjuk kettővel lejjebb megyek, tehát a VP al a az igazgatói szintre, ott is azon, hogy 30-50 százalék még ott is, ott is rejtett, de egyébként megyek le, tehát hogy ez azt jelenti, hogy ezeknek a pozícióknak így összességében a nagy része az teljesen el van dugva. Így van, egy része el van dugva. Pont ez, amit említettem is neked, hogy sokszor ez, ez elég szenzitív a cégre nézve, hogy az így kitudódik, vagy hogy éppen ül -e valaki abban a pozícióban, vagy nem, illetve hogy egyébként sokszor azt látom, hogy valaki, aki Kívülről keres egy céghez, az sokszor egyébként jobban is tudja pozícionálni saját magát, mint a céget. Mert nyilván uh -huh. ő tud egy objektív képet mondani neked a piacról, meg az adott cégről, még hogyha te keresel meg valakit, akkor nyilván csak a saját verziódat tudod igazából. Az ez, ez azt jelenti, most kicsit így csavarok rajta egyet, ha mondjuk én egy ilyen pozícióban dolgozok, mondjuk legyek CTO, az a szimpatikus, szívesen lennék CTO. Az azt jelenti, hogy viszont a téged megkeresnek például a fejvadászok, akkor Legalább egy beszélgetésre le fogsz ülni vele, mert mindig ott van az, hogy akár mehet alattad egy ilyen folyamat, de nyilván azért mondjuk tisztában vagyok maritásod, de is lehet, hogy ö, nem gondolod ezt. De a másik meg az, hogy pontosan tudod, hogy ha te eljössz innen, valamilyen oknál kifolyólag, akkor neked az a munkából egy hosszabb kiesést fog okozni, mert hogy nagyon hosszú ez a folyamat, és nem is biztos, hogy elsőre sikerülni fog. Tehát egy ilyen álláskeresés adott esetben eltarthat akár egy-két évig is. Ez azt jelenti. Akár. Azt akár van ismerek, vannak ismerek, vannak, konkrétan olyan ismerőseim, akik mondjuk ülnek egy székben, nem feltétlenül elégedettek, és mondjuk egy másfél éve már bőven nézelődnek. De mondjuk ezek a székek ugye abból a szempontból nehezek, hogy mondjuk ülhetsz egy olyan jutatási csomagon, amilyenben nagyon nehéz hozzáérni. Tehát, hogy mondjuk akkor a csomagod van, hogy azt nem tudják meccselni, és akkor nyilván belemész a fizetéscsökkentésbe vagy egy masszív csomagcsökkentésbe, az már nyilván egyéni döntés kérdése, hogy mondjuk mennyire nem szereted azt a széket, amiben egyébként ülsz de hogy a nyitottság az nagyon más, hogy működik egy bizonyos szint. Tehát, Tehát nem az nagyon nagy különbség. Egy, fe, egy tetszőleges így szín, hogy írsz neki, és ha olyan napja van, akkor elküldtéged a francba, itt mindig egy diplomatikus meghal Nagy persze... arányban egyébként diplomatikusabb, viszont ugye abból a szempontból másabb, hogyha mondjuk nem tudom, mondjuk találsz egy DevOps engineer aki tökre nyitott, akkor nagy arányban őt el fogod tudni mozgatni. Egy felsővezetőnél, vagy akár mondjuk, aki már közel van mondjuk a felsővezetői szinthez, az, hogy beszélsz vele, vagy hogy elmozgatod, annak a kettőnek nagy arányban nincs is köze egymáshoz. Mert minden esetben végighallgat. Mert nagy arányban egyébként végighallgat, érdeklődik, mert tudni akar, hogy mi történik a piacon, mennyivel is egy hasznos információ, meg a networket is tud építeni ebből, de az, hogy valakit effektív elmozgatsz, az a kicsi piacokon az egy jóval nehezebb dolog. Tudom, mert hát, mondjuk nagyobb piac, akár Amsterdam is egyébként már ebből a szempontból a technológiában egy nagyobb piac, de mondjuk az amerikai piacot nézed, az ott egy tök triviális dolog, hogy valaki elmegy, beszélgetek jó, és akkor felmond. Tehát hogy ott ez egy nagyon könnyen megy, mert a piac egyébként jóval nagyobb, de Magyarország, meg itt a környező ország, jó jóval, kisebb piacokon, mert háromszor megfontolod, hogy mi lépsz bele, miből lépsz ki, és nyilván miben lépsz bele. Tehát, hogy nagyon erős ez a, van ez a risk assessment, hogy ez a kockázatokat hogyan mérlegeled, itt ez már nagyon erősen megvan. Még egy IC azért nagy arányban, bár mostanában mostani piaci körülmények között nyilván egy IC is jobban megfontolja, de nem mérhető ahhoz, ami egy magasabb szinten történik. Egyébként, bár Tudunk arra számot mondani, hogy Magyarországon hány ilyen jellegű pozíva lehet? CTO, VP, de valószínűleg két nagy de kevesebb, mint amennyi, mondjuk hagyományos engineering pozíció. Ez Mert jelenti, olyan... engineer, az egyetlen. Az összes hasonlítható. Összesen... Na, Tehát, igen, a... nyilván nem összehasonlítható, de ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon kevés olyan hely van, ami meccsel veled. Hát, ha mondjuk a az EM szint az még nagyon széles. Tehát ahogy megyünk fel, még az EM szint az nagyon széles, hogyha mondjuk szeniorán vagy director vagy, az ott már kezd szűkülni, de igazából fölötten lesz nagyon kicsi a piac. Tehát addig még egyébként szerintem... Már a VP és a CTO? A VP és a CTO, tehát az vagy nyilván függően attól, hogy egyébként valahol mondjuk Head of Engineering rólba vagy, és ott is mondjuk minimum egy VP of Engineering-et, a VP of engineeringhez megfelelő szervezeti léjjelbe vagy egyébként, vagy ugyanazt a felelősséget viszed el de, de ott, ott kezd egyébként nagyon összeszűkülni a piac, tehát alatta szerintem még egész jól menedzseled, tehát mondjuk holnap kitalálják, hogy megszüntetik a te rólodat Magyarországon, hogy a céget beszántják, mondjuk egy direktori szinten még egyébként szerintem ott még egész jól tudsz mozogni, fölöttem már nehezebb, fölöttem már tényleg nagyon nehéz. Tehát, hogy ott, ott egyébként a mostani piaci körülmények között kifejezetten nehéz. Tehát, hogy ott az kifejezetten nehéz tud lenni. Um, de ez régen se, ott, ott, régen sem volt könnyű. Tehát egyszerűen abból, amit te is kérdeztél, hogy nincs annyi szék. Tehát, hogy egyszerűen nincs annyi Magyarországon, nem lesz 100 CTO soha. Bár én nagyon örülnék, hogy lenne, mert azt jelenti, hogy nem tehát tele vagyunk király startupokkal, és, és ez simán elfér, hogy nagy szervezeteknél, hogy 100 CTO, de nincs. Tehát, hogy az nincsen. Illetve ugye eleve az, amit, amit beszéltünk is a legelején, az, hogy egy nemzetközi, szint nemzetközi cég miatt te milyen titulust tudsz itthon elérni, már a VP szint is nagyon-nagyon-nagyon jónak minősül. Tehát az is extrém ritka, hogy ezt valaki eléri, úgyhogy mondjuk egy magyarországi szatelliti irodában ül. Tehát az már egyébként egy nagyon nagy achievement, és az tényleg nagyon-nagyon király, már kevesen tudják azt is megoldani, mert egyszerűen nincs rá lehetőség. De azt mondjuk el, hogy ez nem az a VP, amit a bankoknál szoktak hmm. osztogatni. Egyébként erről szólt a, az előző hírlevél is. Nem, nem, nem a, nem a dang, Nem, nem, nem az, ami bankban van ez a fajta, hirtelen mást akartam. Tudom, mint mit akartál -e. fordálni. De, de, nem, nem arra vonatkozik, ahol gyakorlatilag a team leadekből, team leadeket vice presidentnek hívják, nem. Tehát, hogy ezt, ezt nem is akartam ide nagyon bekeverni, mert az szinte nagyon, nagyon elviszi a dolgot. De, de egyik, tehát, tehát nem mondom, hogy lehetetlen. Tehát, hogy szoktam egyébként beszélgetni srácokkal, akik ezt elérték, de hogy azért látszódik, hogy abban nagyon sok szeren szerencsés is hogy ezt meg tud csinálni otthon. Tehát, hogy az, hogy te tudatosan erre készülsz, az nem jelenti azt, hogy meg tudod csinálni. Mert ha egyszerűen nem úgy alakul például a piac, amikor te azon a szinten, vagy ahol lépni, akkor simán lehet, hogy megragadsz egy szinten évekig, és nem, nem feltétlenül tudod ezt megoldani. Ugyanez, hogy például sokan szeretnének site leadek lenni, amikor mondjuk ide jön egy cég, Aha. és akkor te te ott egyébként, te, nyilván nagy arányban te vagy az, aki azért fele, hogy felépítse ezt a site-ot. Ugye sokan vannak, akik, akik ezt meg tudták csinálni, de hogy hány szájtot építenek egyébként Magyarországon akkor a méretben, az abból nincs olyan sok. Tehát mondjuk nem tudom, hár, az utóbbi két-három évben mondjuk én fejből török, szerintem három vagy négy ilyen szájt volt, tehát három-négy emberen kívül másnak erre nem nagyon volt lehetőség, hogy akkor a méretben építsen egyébként irodát Magyarországon. Itt megragadom a lehetőséget, hogy reklámozzam a kettővel előtti podcastot, hogy három ami a szoftverfejlesztői irodai építéséről szólt, és két olyan szakember volt a vendégünk, akik már építettek szoftverfejlesztő szájtot. És itt még az adástárban van egy pont, pontosabban kettő. Az egyik az, hogy a vezetői szerződéseket beleírtad. Miért van neki jelentősége? Ez a másik, amit szerintem sokan nem tudnak, hogy, hogy egy ponton általában vezetői szerződést kapsz, hogyha vezetői titussal is jár, és az sok szempontból egyébként másabb tud lenni, mint egy normális. Szerintem az egyik legfontosabb része az, hogy, hogy a cég meg tud tőled válni igazából, hát nem indoklás nélkül, de bizalom hivatkozva tőled meg tudnak válni. Tehát, hogy effektív ott, az egy nagyon más típusú um, jogi helyzetbe tesz téged, mint hogyha egyébként egy, egy sima munkaszerződés, ahol ugye masszív indoklás kell az, hogy téged elküldjenek. De ennek van egy Tehát te egy... őket nem teszik pipre? Hát egyébként valakit pipre tesznek. Tehát én találkoztam szílevelekkel, akik pip... ami szerintem egy nagyon fura helyzet. Tehát, hogy én nem... Hát olyat mondjuk nem láttam, hogy sea volt visszaút, de pip volt. De ugye papíron elvileg lenne visszaút, de én nem láttam visszautat sehol, de van olyan, aki pipre tesznek, de általában nincs pip. Tehát a pip az azt jelenti, hogy, hogy megegyeztek valamiben nyilván, hogy, hogy te És ha valaki is nem, nem, nem tudja, hogy mi az a pip, most megint reklámozom magunkat, volt egy hírlevelünk, ami pont ezzel foglalkozott. Most az hírlevélnek egy része volt, ami ezzel foglalkozott. Ingen. Ingen. Nem egy teljes hírlevél, de igen, volt ennek egy ilyen része. Úgyhogy az a vezetői szerzőt, az érdekes, hogy nyilván bizonyos, nagyon sok szempontból más meg Uh, általában ez legalább három, de inkább hat, sőt, vannak olyan vezetők, akinek egyébként még ennél, uh, ennél hosszabb ideig is tartanak a felmondási rész passzusa egyébként a vezetői szerződésnek, ergo, hogyha mondjuk téged adott esetben bizalomvesztésre elküldenek, akkor mondjuk tudsz egy viszonylag szignifikáns végkielégítést kapni még azon felül is, ami mondjuk egyébként a jog szerint jár függően attól, hogy mennyi időt töltöttél egy adott munkahelyen de nyilván ez a rész, ami próbálja ezt kikompenzálni, hogy effektív téged, gyakorlatilag egyik napra a másikra elküldenek, és az egyiket sokszor meg is történik, tehát hogy én nem egy ilyen esetet láttam, amikor tényleg egyik napra a másikra elküldenek valakit, mert ott azért nagyon szenzitív dolgok tudnak történni, és, és ilyen pozícióban nem nagyon tartasz meg valakit, ha ott már már elborultak uh -huh. a dolgok. Tehát hogyha valami ott nem, tehát konkrétan amit ez a, ez a bizalomvesztéshez megtörténik, ott azt nagyon gyorsan megszokták szokták oldani, azt nem nagyon szokták tovább. Oldani. És akkor tulajdonképpen meg is ágyaztál a, a, az utolsó pontnak, az pedig az, hogy, hogy szerinted hol lehet az az optimális pont? A figyelembe veszük a magyar realitásokat, ugye elmondtuk, hogy ö, nagyjából a VP-ig lehet felvászni jellemzően itthon, figyelembe véve a stresszfaktort, az, hogy mennyi lehetőséged van a munkaerőpiacon, mennyire beszűkült, mert ugye minél feljebb vagy annál inkább beszűkült a munkaerőpiac, és hol van szerinted az az optimális pont, amit egyébként így érdemes megcélozni. Most ez nyilván kockázatállalástól függ, habitustól, és stb., de azért csak van egy ilyen ideális pont. Hát ha a vezetőt nézünk, mert ugye most az IC megvezető itt nyilván szétválik, válik, mm. tehát a, szerintem még a mai napig a legkevésbé stresszesebb munka az, hogyha IC vagy. Tehát, hogy szerintem messze azt. Tehát, ha mondjuk ott pont egy nis területre rátapintottál. Jó, de ez a műsor most nem az IC-kről? Persze, szó? csak hogy mondjuk hogy a teljes spektrumot nézzük, mert ha azt néztük, hogy az, arról beszéltem, hogy valaki mondjuk engineering kezdje. Én is arról beszéltem, hogy mennyire kutat fúrni, mert az, az a legjobb nem, és nem. De most igazából az volt hogy az alaptézis, hogy te engine-ként kezded el, és elkezdesz pont csinálni, uh -huh. mondjuk IC-ként. Egy ponttal ezt elvágod, és átmész egy engineering történetre. De szerintem az egyik sweet spot az tényleg, hogyha IC-ként, egy nincs területen nagyon magas tudásod van, az az egyik, mert azzal nemzetközi, tehát Magyarországra mondjuk nemzetközi piacra tudsz dolgozni, és ott mondjuk tudsz egy olyan jutatási csomagot kialkudni magadnak, ami mondjuk egy magyarországi elég jó vezetőnek a jutatási csomagja. De nyilván ez a, ez a top 0,x százalék, tehát hogy ez a, nem tudom, te egy valamilyen kubernetes tooling expert vagy, tehát hogy vannak ilyen különböző, és ismerek ilyen emberek, akik tényleg a saját területen nagyon nagy expertek, szerintem az az egyik. De egyébként pont most tettük publikussá a remote külföldi IT munkavállalós mit a felvételét, ott pont erről beszélgetünk. Tehát, hogy, ott, ott tényleg, ha ezt meg tudod csinálni, hogy egy dologra nagyon ráfekszel, és a piac is pont alá tesz mindent, mert nyilván lesz valami expert, ha a piac úgy dönt, hogy az nem számít, akkor irrelevánsá válik. De az az egyik, amivel szerintem el tudsz érni viszonylag, hát az a nyilván a stresszmentes élet és a nagyon jó juttatásnak a kombinációja. Ha a vezetőt nézünk és mondjuk a magyarországi piacsal kalkulálunk, akkor szerintem nagyjából ez a senior engineering manager, amikor már a vezetőknek a vezetője vagy, illetve ez a director. Valahol a kettő szinte ugyanazt jelenti, mert már ők úgy használják egyébként a saját struktúrájukon belül, de nagyjából az az a pont, ameddig szerintem reálisan el lehet jutni. Tehát, hogyha neked megvannak hozzá egyébként az kvalitásaid, dolgozol érte, megkeresed az opciókat a piacon, akkor szerintem odáig, szerintem nem mondom, hogy bárki, de aki beletesz az energiát, szerintem el tud jutni, utána jön a nehéz része. Hát, hogy tényleg utána jön az, hogy onnan szintet lépni, az már a szerencse, ambíció és nagyon sok faktornak az öthözete, aminek ott össze kell állnia. Na, és akkor ez, ez volt tulajdonképpen a zárszó. Még a végén elmondanám egyszer, amit az elején is elmondtam, ne felejtsétek a Crafty hírlevére, a Crafty.hu-n tudtok feliratkozni, az első meetupunk május 8-án lesz a backend fejlesztés jelenéről és jövőjéről, jövő héten lesz egy nyereményjátékunk a Discord csatornánkon, 5 darab 1000 eurós kétnapos belépőt ki a Craft konferenciára, a Craftival két hét múlva fogunk jelentkezni, jövő héten meg itt a csatornán a weekly -ön. És szerintem nem is maradt más, még annyi, hogy dobjatok nekünk szívecskéket, lájkokat, meg kövessetek be minket. Ennyi. Ez nem is lett egy hosszú adás. E nem. Szuper. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok! P Sziasztok!